Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Kedves gyermekek, kedves szülők, hálát adni jöttünk össze, a jó Istennek megköszönni ezt a fél évet is, ráhangolódni a nagy ünnepre. Most már az adventi koszorún mind a négy gyertya ég, jelzi, hogy nagyon közel van az ünnep. És hogy még inkább a szívünkbe fogadhassuk, ráhangolódhassunk az ünnepre, most nyissuk meg ezelőtt az ajándék előtt, amelyet számunkra a harmadikosok akarnak most biztosítani. Foglaljunk helyet. Jönnek a hétvégék szép sorjában, egymás után a naptárban. Minden vasárnap mást és mást jelent, de van négy, ami az advent. Vannak ünnepek, számosan az évben, egytől egyig mind örömmel élem. Azonban mind magával hoz az advent, mind közül a legtöbbet jelent. Vannak ünnepek, számosan az évben, egytől egyig mi örömmel élem, azonban, mint magával hoz az advent, mind közül a legtöbbet jelent. Négy vasárnap a felvezetése, annak az igazi, szeretettel teli napnak, mikor minden igaz ember szíve, őszinte szeretet melegével van tele.
ország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, s megszáll egy titkos gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívembe, s hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. S valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek, a kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Népszámlálás volt Betlehemben, így szól karácsony története, s akkor született meg egy istállóban az Úr egy fia, Mária gyermeke. Nem volt ki szállás adjon nékik, barmok lehelték rá a meleget. Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója, meséli a monda, mert ott született. Betlehemi kisjászolban Isten fia jött közénk, megváltani minden embert, gazdagot és szegényt. Szeretetet áraszt már is, kis kezét nyújtja felénk. Betlehemi kisjászolhoz jöttek szegény pásztorok, angyalszózat hívta őket az istálló ragyogó, s hoztak, ami tellett tőlük, báránykát, juhászbotot. Később jöttek a királyok, ajándékkal gazdagok. Gazdagon, tömjén mirha és aranykint, csillog-villog a napon, mert király ő a kis Jézus, övé minden hatalom. Most mi jöttünk hazátlanok legszegényebb hívei, vándorúton kincsek nélkül szívünket kiönteni. Kicsi Jézus, segíts minket hinni, tűrni, küzdeni. Nézd fel a csillagos égre, és mindig látsz egy fényesebb csillagot, mely ragyogóbban ragyog, mint a többi. S gondolj tiszta szívvel a három királyra, akik hittek az üdvözítő születésében. Vezette őket a csillag, szívük melege és a szeretet öröme, mert megváltó született nyugaton. Higgyél az ő hitükkel, amit nekik adott az Isten, hogy egyetlen fiát lássák, érezzék, imádják és hirdessék, hogy él a Teremtő, ki szereti az embereket. Amíg gyermeki szeretettel tudod szeretni az egyetlen megváltódat, addig az életed boldog és gazdag. Ne hagyd elveszni szívedben élő Istenedet, ne törje ki senki. Énekelj, mert ő mindennél nagyobb hatalom. Így várjad minden évben Isten újszülött gyermekét, az értünk megszületett Jézust.
emberek, gondoljatok ma rá a betlehemi kis dedjászolára, amely fölött nagyobb fény tündökölt, mint minden földi paloták fölött. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, és gondoljatok rá holnap, és minden áldott napján emúló életlen. És legyen a betlehemi énekből öröm, a karácsonyi álomból valóság, és békessége már az embereknek. Legyen ma templom minden ember szíve, melyben a lélek szárnyat bontogat. Karácsony édes ünnepén legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, s legyen a templom tiszta, szent, fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, ez kösse egybe mind a kezeket, karácsony édes ünnepén, te légy vendégünk, jóság, szeretet. Az ember szívek örök élőre, tegyem a mind össze a kezeket, karácsony édes ünnepén, te légy vendégünk, jóság, szeretet. Gyermeki az izgalom, mindenki lelkében, jön egy szent este, amikor velünk a béke. A béke, a nyugalom, a csendeség, ajándék ez a nap, valami véget ér. Lezárul egy év, aminek emléke kétes, van, kinek könnyed, van, kinek könnyes. A lelkedben új vágyak ébredhetnek, nincs határa a képzeletnek. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg kegyesen népet kérő imáját. Örvendezve várjuk egyszülöttedet, aki emberi testben eljött közénk. Add, hogy amikor dicsőségben újra eljön, elnyerjük tőle az örök élet jutalmát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az Énekek éneke könyvéből. A kedvesem íme itt jön. Ugrál a hegyeken át, és szökkel a dombokon át. Olyan a kedvesem, mint a gazella, a fiatal szarvashoz hasonló. Nézzétek, már itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a rácson át. Aztán így szól hozzám a kedvesem,
Kelj föl, barátnőm, jöjj, galambom, szépségem. Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak. Itt van a szőlőmetszés ideje, és gerlice hangja hallatszik földünkön. Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők, és jó illatot árasztanak. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtek helyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen, mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod. Ez az Isten igéje. Istennek legyen áldása. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Ezek az evangélium igéjé. Kedves diákok, kedves tancik, szülők, nagyszülők, kedves testvérek! Ahogyan bejöttünk a templomban, észrevehettük, hogy itt áll az adventi koszorú közelében a jászol. A jászol, amely nem üres.
a jászol, amely a belső világunkat, a szívünket jelképezi. Már túl vagyunk az adventi idő nagy részén. Mind a négy adventi gyertya ég. És ha a szívünk a jászol, akkor benne már némi szalmának, puhaságnak kell, hogy lennie, hogy várja, előkészítse az Úr Jézus érkezésének a helyét. Nagyon régen, faluhelyen szokás volt az, hogy adventi időben minden gyerek, ha valami jót cselekedett, akkor a templomban lévő jászolba otthonról egy szál szalmát vihetett. És így napról napra telt meg a jászol szalmával és szénával. Én azt gondolom, hogy az adventi készületünk során a lelkünk jászlába ott vannak már azok a szükséges szalmák, szénák, jó cselekedetek, jóságok, szeretett dolgok, amelyek szükségesek lesznek arra, hogy az Úr Jézus beköltözzön. Mindannyiunk szíve jászol. Még nincs itt a karácsony. Még csak hangolódunk rá. Nagyon szépen köszönjük a harmadikosoknak, hogy közelebb hoztak bennünket ehhez az ünnephez, hogy az énekükkel, a verseikkel hangoltak bennünket arra, hogy igenis jól készüljünk, jól előkészítsük a szívünket, amely jászol. De, kedves gyermekek, ti már nagyon jól tudjátok, hogy ha valakinek születésnapja van, annak illik ajándékot adni. Most az Úr Jézusnak van, lesz a születésnapja. És nem tudom, hogy gondolkodtatok el azon, hogy ti mivel készülhetnétek erre a születésnapra. Nem nagy dologra kell gondolni. Nem is kell elmenni a bevásárló központba, hogy valami édességet vagy ajándékot vegyetek, készítsetek az Úr Jézusnak. De fontosnak tartom azt, hogy legyen valami kis ajándékotok a részetekről. Valami kis, amiről ti tudtok. Arra biztatlak titeket, hogy úgy készüljetek karácsonyra, az Úr Jézus születésnapjára, hogy valami ajándékot készítetek. Az nem biztos, hogy megfogható ajándék lesz. Lehet, hogy egy jó elhatározás, egy jó tett, egy szépen elkészített meglepetés, bármi, amit azért tesztek, mert az Úr Jézus születésnapjára ajándékként akartok adni. Ne csak az legyen bennetek és bennünk, hogy kapjunk ajándékot. Nekünk is adnunk kell ajándékot. És figyelmeztessen a jászol, amely a szívünket szimbolizálja, hogy jól elő kell készíteni, jól kell tudni fogadni az Úr Jézust. Legyenek tehát az ajándékaink előkészítve, a szívünk előkészítve, hogy amikor az ünnep beköszönt, akkor az Úr Jézus meleg, szeretettel teli szívet találjon bennünk. Amen. Testvéreim, Erzsébet csodálkozik szüzanyánk alázatán, és hite miatt boldognak mondja őt, az Úr Jézus édesanyját. Ma azért imádkozzunk, hogy a szeretet szent ünnepén, az emberi szívekben és arcokon egyaránt Mária boldogsága ragyogjon. Sugározd egyházadon át az emberek felé születésnapod méltó ünneplésére végtelen szeretetedet, Urunk.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy bűneinktől megtisztulva, örömmel, teli szívvel várjuk érkezésedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Törd meg, Urunk, szíveink jégpáncélját, add, hogy mint a kis növény a nap felé nyújtózkodjunk az életért. Kérünk téged, hogy a földi javakba beleunt, elfáradt és kiábrándult lelkekbe is beköltözzék boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy tisztuljon meg minden lélek, és öltözzék kegyelmi köntösbe karácsony szent ünnepére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltó Jézus, földre jöttél az első karácsonyon, hogy bűntől megszabadulva egészen boldogok és igazán tieid legyünk. Kérve kérünk, jöjj külön-külön mindannyiunk szívébe, és tégy bennünket egészen tieiddé, és boldogokká most és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd tetszéssel egyházad áldozati adományait, amelyeket a Te jóvoltodból hozunk színed elé. Kérünk, változtasd át üdvösséget adó áldozattá Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya, az ő közelettét jelezte Keresztelő János, majd bizonságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban vírasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsánna
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott odaítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetség. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Gergely érsekatyánkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelivel. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme Jézus Krisztus, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A szent áldozás kézbe történik, és azok jöjjenek, akik már voltak első áldozók.
Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Könyörögjünk! Istenünk, a mennyei eledelben való részesedés legyen népednek állandó elmére, hogy fölségednek teljesen átadva maga, teste lelke bőségesen megkapja üdvözítő kegyelmedet, Krisztus, ami Urunk által. Kedves diák, kedves tanárok, szülők, hozzátartozók, Istennek legyen hála, hogy az idei esztendőben a fél évnek ezt a részét most így közösen szentmisével köszönhettük meg a jó Istennek. Mindenkinek az mindenkinek a munkájára szálljon a jó Isten áldása, diákra, szülőre, tanítóra. Ugyanakkor szeretném mondani, hogy a szentmise után lehetőség van, különösen a negyedikeseknek mondom a Szent Jónásuk elvégzésére, de a felnőtteknek is. Ugyanakkor a holnap utáni napon, szerdán egésznapos gyóntatási lehetőség a templomban. Csütörtökön 24-én 4 órától lesz a gyermekek számára a szentmise. 6 órától és 8 órától is tartunk a templomunkban. A szívünk a jászol, és készítsünk valamilyen ajándékot az Úr Jézus születésnapjára. Kedves gyerekek, tancik, szülők, nagyszülők, hozzátartozók, akik eljöttetek. Én örülök annak, hogy újra együtt vagyunk, hiszen a találkozás az, ami a leginkább hiányzott az elmúlt 2 hónapban, gondolom mindannyiunk számára. Igazából annak van értelme, hogyha közösen együtt tudunk egymásnak örülni, egymáson segíteni, egymással rámosolyogni. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a hosszúra nyúlt adventünk, ez a 2 hónap, amikor nem lehetett iskolába jönni, mindannyiunk számára biztossá tette azt, sokkal jobb, amikor lehet jönni. Én azt kívánom, hogy ez a tapasztalat, ennek az évnek tapasztalatai, mindazok a hiányok, amelyek időnként megfogalmazottak bennünk, tegyék nyitottá szívét mindenkinek, tegyék nyitottá szíveteket nektek arra, hogy örüljetek annak, hogy találkozni lehet. A karácsonyi ünnep teljen úgy, hogy örüljetek annak, hogy együtt vagytok szüleitekkel, családotokkal, rokonaitokkal, ismerősekkel. Örüljetek azzal, annak, hogy találkozni jött hozzánk Jézus Krisztus, és próbáltok valamit adni neki ajándékként, és bízakodva tekintsünk a következő évre, 2021-re, ami remélem mindannyiunk számára sok mosolyal, sok találkozással és sok együttléttel fog eltelni. Áldott karácsony, boldog új évet mindenkinek! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szégetért békével Istennek legyen hála.